Elkészült a felújítások nagy része a Nevetnikék Alapítvány új házában. A szervezet korábban a Nyár utcában kapott helyet, ám onnan el kellett költözniük. A választás végül a gyermekklinika melletti Bajnok utcára esett. A sarki ház 2021. novemberében került a Nevetnikék tulajdonába. 27 millió forintért vásárolták meg az ingatlant, azóta zajlottak a munkálatok. Nagyon sok szerkezeti probléma derült ki, úgyhogy a vártnál tovább tartott, meg sajnos itt többe is került, viszont nagyon sok szakember adta a tudását ingyen, nagyon sok helyi cég támogatott minket, ugye a kreslappal, vagy az ablakkal, vagy a festékekkel, és nagyon sok önkéntesünk volt, akik viszont a segédmunkásokat adták így a szakembereknek, úgyhogy a földszintet azt sikerült felújítani. A két szobában kézműves foglalkozásokat tartanak majd, már csak a bútorok hiányoznak a helyiségekből. Ugyanitt készítik fel a kórházlátogató önkénteseket is, de vannak még tervek az alapítványnál. A héten megpróbáljuk összerakni a műhelybe is a bútorokat, és akkor a játékkészítő műhelyek is újraindulnak, illetve hát a mese falfestésnél Szigetváron, Dombóváron és Kaposváron is vannak félbehagyott festéseink, ami hát szintén így a járványhelyzet miatt kellett félbehagynunk, úgyhogy most akkor oda is visszamegyünk, és ezeket is befejezzük. A ház is további felújításra vár. A felső szinten még van tennivaló. A tervek szerint itt tartják majd az önkéntesek képzését. Az alapítvány egyébként már 14 éve működik, több mint 5000 kórházi kezelés alatt álló gyermekkel báboztak, zenéltek, társasoztak vagy szórakoztatták őket bővészmutatványokkal.